az Alföld. Mit nekem te zordon Kárpátoknak fenyvesekkel vadregényes tája? Tán csodállak, ám de nem szeretlek, s képzetem hegyvölgyedet nem járja. Lenn az Alföld tengersík vidékén, ott vagyok honn, ott az én világom. Börtönéből szabadult sas lelkem, ha a rónák végtelennyét látom. Nem hiszem, hogy most jön valaki. Hú, 6 óra 35. Start. Hideg van. Esőre felkészültem. Jön a sár. Bot is van. Némi sár van. Szóval nem olyan vészes eddig. Az első pár száz méteren jók vagyunk, viszont fúj a szél, ideg van. Kesztyűt nem hoztam, lefagy a kezem. Így kell jönni. Két nyugszival már találkoztam. Amúgy ilyen a táj. Ez itt repce. Hangulatos amúgy. Most már. Futnak az őzik. Csepereg az eső. Jelentem, a kis körös mellett haladok. Itt van egy bekötő, öntözőcsatorna. Hát nem megyek be arra, mert hát vizes a fű. Ez a kis körös. Kis körös, nem körös, körös. Most egy darabig itt megyünk a körös partján. Kiskörös, sebeskörös, nagykörös. Az a bajt. Cipőm már kellően vizes. Szépenek. Fordulunk balra. Mindjárt.
Ahaj, kövös út van. Hát, a baszat az. Csillom víz a cipő. Jó járható. Tökéletes. Mert aszfalt. Mindjárt kanyarodunk a faluba. Ez pont. Elmegyünk a szélen. Fencid a 12 egész helyre. Ez 3 órával számolok. Most 12 kilométer. A pusztába. Kérjünk a faluba. Csak ilyen maradna az út. Szembeszél van. Cidri. Kell jó, hogy hoztam a sálat. Nagyon jó. Cidri. Ennyi volt a jó út, mert a traktorosok kiállt. Az őzek futnak mindenfele. Arra megy a M4-es. Egy darabig vele párhuzamosan megyünk. Majd valahol ott átmegyünk alatta. Hát keringünk addig. Én szép egy mezőn megyünk. Sehol sem. Jaj, de jó. Jó kép. Hát ilyen út megy itt most. Szerintem ezt valahogy javították, vagy nem tudom. De egész járható.
táj változatlan. Na, itt már mindkét oldalt van. Jó, valami csatorna. Valami. Öntöző csatorna. Szél fúj ez erre, mellettünk a csatorna. Nagyon szép. A térképen megnézzük mi ez. Milyen erre. Arra megyünk majd, és átmegyünk az M4 alatt. Akkor ilyen a másik oldal. Hát, egy kis víz ebbe is van. Come on! Menjünk akkor, nézzük, hogy miért szántották föl nekünk az utat. Jó, hogy mellette lehet menni. Valami erdő volt, kivágták. Szóval itt hagyták ezt a sok jó faanyagot. Minek? Jó lesz a földnek, tápanyag. Ú, de hideg van. Jajjaj, van meg én? Nagyszerű. 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 Az ilyeneket szeretjük. Ez út. Fúj a szél. Kemény. Mindjárt az a kemény. Ott megyünk át. Na. Itt azt hogyan? Van itt egy kis tag. Itt kéne menni? Mindjárt nézzük. Vagy itt. De jó. De jó. Alig, hogy megszárad a cipőm. Kutya mindent. Fotó. Ott a kék jelzés. De jó, a vizes a fű. Jaj, de jó. Isten. Azon kell átmenni. Ez most nem esett jó. Megint csilom víz a cipő.
Pasortól, amúgy meg ahonnan. Túl a szél, 4. Ez is az M4. Arra megyünk, a Berettyót közelítjük mi most. Az a jó, hogy itt elmegyünk jobbra, de hova megyünk, az ott van, ahol a templomtalany. Hurkot csinálunk, egy hurkot itt. Megkerüljük ezt az erdőt, és akkor úgy. Kikjelzés! Így, na. Arra megyünk. Sár. Szélnék. Hát itt kell, akkor itt kell. Ja. M4 még mindig látszik szabad szemmel. Mert rával, nem? Fordulunk. Henc idefelé. Ha, na nézzük. Úr, szép föld. Ugye azért nem olyan saros. Tegnapi saras út. Ó, szembe megint a szelet. Mi van itt? Valami csatorna. Egész jó az út, úgy látom. Akkor nincs baj. Hagyja a szél. 10 fok lehet. Végig szembeszélve nem nagyon bír. Mindegy. Oda megyünk, Hencida. Templom tornyát látjuk. Fordulunk. És fordulunk. Elkezdett szemelkélni az eső. Lehet, hogy jön, hogy ez ők, mert ez a kabát, ez pillanatokon belül átrázik. De mivel itt fordulunk, még kamerázok egy kicsit. Hú, ez jó sáros út lesz. Úgy látom. Legalábbis arra az. Akkor nézzük itt. Mi a helyzet? Kő van. Hát... Csepereg még az eső, meg ugye szembe is fúj a szél, de mindjárt kiérünk az aszfaltra, és akkor bemegyünk a faluba pöcsételni. Honnan jövünk, és kiérünk az új műútra, nem szembe fúj a szél. Ha? Érkezünk Hencidához, Berettyó folyóhoz. Na, ez a Berettyó folyó, azt messziről látom, hogy ma még el fogok állni. Hát ez van. Na nézzük csak. Ez a híd, arról jön a folyó. Szép, szép. Esik eső, csendes. Kiborul. Hencida. És Borcida. Táblán.
Riadóban jövünk. Na, hol vagyunk, Hencidán? Szentpéterszeg 8,9. Beretjük, hogy van 15,6. És itt van ezért. Na, a templom. Esik az eső. Ki gyorsan a gátra. A gátőrház. Kellett venni esőruhát, nem vészes. Elmenekültem az eső alatt. Helyes. Szép. Mező, legelő. Azok nem tudom, hogy csinál. Egy zsili. A berettyóba. És itt az eső. Az oké. Nem is az eső. Megyünk a gáton. Kis kacskaringó. Az igen, az szép hosszú gátmenet. Az kemény. Jó, de jó. Ez a baj, a vizet nem látjuk. Méhek. Itt meg a berettyó. Itt egy híd. Itt jövünk be, Ráborjánba. Temetőnél balra. Anyaj. És az a cél nekünk. A gát. Na szóval újra a gáton. Ez a sok aszfaltost nem jelentett.
bolond kutyája. Itt menne a berettyó, de nem látjuk. Itt jönne valaki szembe. Cipőt cseréltem 25-re. Csak tudással. Elfelejtettem megkérdezni. Lesz a tó. Annál van a pecsételő, majd itt nem sokára 200-300 méter múlva lemegyek jobbra, és be kell sétálni a pecsétig. Szent Péter szép pecsét. Jól le kell sétálni. 200-300 méter. Ezt az idiotizmust. Egy a peca. Na kérem szépen, akkor rajta vagyunk újra. Már berettyó újfalig lesélünk róla. Át kell menni a híd, vagy ez az út alatt, azt hiszem. A berettyóból semmit nem látunk. Végig gazdból akár egy patak is lehet. Azt a folyó. Ha, már megint. Milyen szél lett. Kifúj. Na? Hídek vagy folyó? Vagy a belettyó? Itt vissza kék. Kátos.
Így már tetszik, hogy csütörtök. Nem is volt eső. Most már nem fúj a szél, olyan meleg, majd le kell venni a kabátot. Szépek így a világok. Méter is átkelünk a 42-es úton. Mondom, a csékem is. Végre kiérünk a fatakarásából, mert olyan meleg van, felfogja a szelet. Jacketet már nem akarom levenni. Még szivattyúk van. Szivattyúzzák a vizet. Hát igen, csak a folyót nem látjuk. Ott egy vasúti híd. Érdekes lett volna felett átmenni. Nem biztos, hogy okosság lett volna. Csoda történt. Látjuk a berettyót. Sodrás. Ott a híd, itt a sín, itt a gát, és mindjárt célba vagyunk, még 800 méter, max 1000. No, no.